Köszöntöm a Duett nézőit, és szeretettel üdvözlöm Szántó T. Gábor főszerkesztő, írót, a Gonda Jánosról szóló könyv szerzőjét. Ez a legutóbbi könyve, és a nagyszerű jazz muzsikus életét dolgozta fel a kötetben. Arra kérem önt, főszerkesztő úr, hogy hiszen jazzről van szó, próbáljunk improvizálni. Úgy improvizálni, hogy először, mielőtt a könyv részleteibe belemennénk, adjon nekünk is a nézőknek egy kis korrajzot arról, hogy miként viszonyult az 1950-es, 60-as évek elején a magyar kormány, a párt a jazzmuzsikához és a jazzzenészekhez. Köszöntöm én is a nézőket. A Jazz Professor című regény, egy életrajzi regény Gonda János pályájáról és életéről szól. Egy hányatott életű jazzmuzsikusról van szó, aki klasszikus zenészként kezdte a pályáját. A neveltetése egy klasszikus nagypolgári neveltetés volt, de 1948-49-ben államosították az édesanyja vállalatát, egy cipőgyáros volt az édesanyja. Hol volt a cipőgyár? Budapesten volt a cipőgyár, és a házukat is államosították, beköltöztettek két másik családot, tehát ők visszaszorultak két szobába és a szuterénba, János ott gyakorolt gyerekként még klasszikus zenét, és 1950-ben úgy kezdődik az igazi hányattatás. Az édesapja, aki akkor már Ausztráliában élt a bátyjával, a szülei elváltak, a papája pedig kereskedelmi attasé volt korábban Stockholmba, de diszidált, ott hagyta a posztját, amikor a Nagy Ferenc kormányt megpuccsolták a kommunisták, emigrált, és megpróbálta megszervezni azt, hogy János utánuk mehessen. De 1950-ben már, amikor a határokat lezárták, csak a diszidálást és az embercsempészet kínálkozott lehetőséget. És ő ezt nem akarta vállalni. Hát húzódozott, majd végül ráállt, mert látta, hogy itt beszűkülnek a lehetőségek. Nekivágott a határnak, de elkapták az egész csoportot, és bebörtönözték Jánost. Ez később egész életében egy fájdalmas, traumatikus emlék volt, és igyekezett mindenki elől eltitkolni, ahogy azt is, hogy a nagymamája öngyilkos lett az összezártságban, egy súlyos depresszió következtében, és a családban volt egy öröklődő hajlam, a genetikus hajlam mentális betegségekre. Tehát János ezzel is küzdött, különösen élete második felébe, miközben a bátyjában, Ausztráliában már 1965-ben manifesztálódott drámai módon a betegség, ő skizofrén lett, és ő ott lett tanúja ennek. De hát ahogy kérdezte, előtte még végigcsinálta itt Magyarországon a börtön után az 50-es éveket, amikor csak titokban lehetett játszani a jazzt. Mesterektől, idősebb zenészektől lehetett tanulni, vagy lemezekről, régi lemezekről. Majd 1955-ben elkezdődött a Voice of America, az Amerika hangján a Jazz Hour, amit Willis Canover sugárzott, ő volt a híres műsorvezető, és mindenki tulajdonképpen abban a korban a fiatal jazzzenészek közül onnan tanulta meg a jazz alapjait a nagy amerikai előadóktól. És János is titokban hallgatta ezeket az adásokat, plusz még az öreg zenészektől bárokban, éjszakai presszókban tanult, és 50-es években, miközben végezte először a zenetudományi szakot a Zeneakadémián, majd később a zongoratanszakot, 9 évet tanult a Zeneakadémián, ő már játszott jazz titokban, és később, amikor egyre inkább szabaddá vált, 56-ban egy kicsit lazult a helyzet, majd megint sötétebb idők jöttek, és az 50-es évek végén, 60-as évek elején egyre táguló körökben játszották már a jazzt a fiatal zenészek. Igen, a 63-as amnesztia után vált egy kicsit szabadabbá. Ezeket az éveket fiatal gyerekként Pécset töltöttem, és akkor alakult meg az országban azt hiszem először az a jazzklub, ahol Gonda János is nagyon sokszor vendégeskedett olyan zongoristák társaságában, hogy most egy példát mondjak, mint a Garai Attila. Innét folytatva majd az ő élettörténetét, én egy pillanatra most vissza szeretnék kanyarodni az ő lebukására a határon, ő végrehajtható büntetést kapott? Tehát effektíve ült börtönbe? Igen, ő ifjúsági börtönbe került, tehát büntetés végrehajtási intézetbe töltött egy évet,
ahol esztergályos szakmára képezték ki, és ő fél évig a börtön után még esztergályosként is dolgozott, valószínűleg azért, hogy munkást írhasson be a felvételi lapjára a Zeneakadémia felvételin, és ez segítette őt ahhoz, hogy végül fel is vették őt 1952-ben. Hozzáteszem, hogy nem veszélytelen egy olyan embernek esztergályos szakmát tanulnia, aki a kezével, igen, az ujjaival keresi bizony, a kenyerét, bizony. És az életét jelenti az zongora. És ráadásul neki 1963-64-ben volt egy balesete, egy kézbalesete is. Jó barátja volt Pernye András, a kor legendás zenekritikusa, zenetudósa, aki gyermekparalízis következtében tolószékben közlekedett a városba, és együtt jártak koncertekre, színházi előadásokra. És Jánosék vitték őt egy előadás után hazafelé, tolták az utcán, amikor a járdáról le kellett ereszteni az úttestre ezt a tolószéket, és János kezét becsípte a megpördülő kerék, és egy súlyos kézsérülést szenvedett, amit meg is kellett műteni hónapokig nem tudott játszani, és akkor kétségessé vált, hogy tudja folytatni a pályáját. Akkor már ők a jazz tanszak megalapításán dolgoztak, és az volt a reménye, hogy legalább ott taníthat majd, ha nem tud majd később játszani, de szerencsére rendbe jött a keze. Noha lehet, hogy ez hozzájárult, hogy később a virtuózitása talán egyes vélemények szerint kopott, és lehet, hogy ez a kézbaleset is hozzájárult ehhez. Ha megengedi, akkor elmondok önnek, hiszen improvizációról beszélgettünk az elején, elmondok önnek egy rövid történetet arról, ami igazolja az ön szavait a tekintetben, hogy ő rá is rányomta a bélyegét ez a családi örökség. Én őt többször láttam a Rádió Bródy Sándor utcai pagodájában jazzzenészekkel ülni. Harsány jazzzenészekkel, sorolhatnék neveket, hogy kikkel ült ott. Én Gonda Jánost soha nem láttam olyan felszabadultan, ahogy most halván az ön szavait, visszagondolván soha nem láttam felszabadultan örülni valaminek, úgy nevetgélni, ne mondjam hangoskodni, igen, mint igen. A jazzzenész társai. Minden visszaemlékező, aki ehhez a könyvhöz segítséget nyújtott és információkat adott, hogy aztán ez regény formájában megszülethessen, hasonlóképpen emlékezik a fia, aki iniciálta ennek a könyvnek a létrejöttét, ő maga is ezt a melankólikus alkatot, az állandó befelé fordulást, a rejtőzködést jelölte meg, mint fő problémát egész életébe, az édesapja életébe, aki nem tudott igazán megnyílni senkinek, se a családi betegségekről, se a börtönről, se a diszidálási kísérletről, soha senkinek nem beszélt. Nyilván az 1944-es üldöztetés is benne volt ebbe, a nyilasok elől bujkált a család, zsidó származású, katolizált családról volt szó, és a Slachta Margit bujtatta őket a zárdájába, és a nővérekkel, a szürke nővérek bujtatták a családot. Egyszer rájuk is törtek a nyilasok, akkor a család egy részét elvitték, és a Dunába lőtték, Jánosék megúzták, és valószínűleg ez a trauma is hozzájárult ahhoz, hogy ő világ életében óvatos volt, rejtőzködő, viszont a jazz, az improvizáció volt az az eszköz, ami által fel tudott szabadulni a sok-sok szorongás, félelem és belső feszültség alól. Attól az időtől, ahol mi az előző mondatot abba hagytuk, 1960-63 környékén, amikor már egy kicsit felszabadultabban és kikerülvén talán a pártállam szorításából szabadon dolgozhattak, szabadabban dolgozhattak, talán ez a helyes kifejezés, akkor mi jellemezte az ő játékát? Felszabadultabb lett a játéka is? Vagy maradt inkább annál a melankólikus stílusnál, ami az ő sajátja volt? A 60-as évektől 1975-ig én azt érzékeltem az ő pályáján, ez egy felívelő szakasz volt. Volt közben egy magánéleti válság, a felesége elvált tőle, akkor már volt egy kisfiúk, Péter, ugye, aki iniciált ennek a könyvnek a létrejöttét. Bocsánat, folytatta ő a apja pályáját? Nem. Ő tanult zongorát, érdekli is a jazz, de ő maga nem lett zenész. Tehát volt egy felívelő szakasz a pályának, ahogy nőtt a szabadság foka az országnak, és a zene, a jazz lehetőségei is bővültek, valószínűleg ez rá is jól hatott.
És akkor sok olyan műve született, különösen a Sámánének című lemez 1975-ben, ami egy felszabadultságot tükröz, ahol ott van az életdráma is a lemezen, de ott van az ő klasszikus műveltsége, ott van a keleti hatás, szibériai népzene, ott van a nyugati, amerikai jazz hatása, és ott van a Bartóki hagyomány is ebben a lemezen. Ott még érezni ezt a felszabadultságot, majd a második házassága is válságba került, és akkor érezni, mintha megtörne ez a pálya. De közben ugye halad az idő, ő akkor már 45-50 éves lassan, 80-as években, és akkor, mintha előtörne az ő életében is ez a mentális terheltség, és egy depresszió kerülgeti. És ez élete utolsó évtizedeit megkeserítette, és valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy az a felszabadultság, ami a jazzhez szükséges, már nem tudott megjelenni az ő játékában. Tanított, tanítványok sorát nevelte. Ebben teljesedett ki, tehát az ő életének nem véletlenül a jazz professzora regény címe, hiszen ő ebben teljesedett ki a tanításban, miközben saját zenei pályafutását is megfutotta, de neki rengeteg tanítványa volt, felszabadító hatást tudott gyakorolni másokra, miközben ő maga nem tudott felszabadulni. A tanítványai nem is voltak, nem lettek, nem váltak ilyen befelé forduló emberekké. Nem váltak ilyenné, sőt, abszolút felszabadítóan adott rájuk, tényleg néhány nevet, Pleszkán Frigyes, Olá Kálmán, nagyon sok olyan tanítványt nevelt, akik a magyar jazz élvonalában a csúcsaira jutottak. Külföldön mennyire ismerték Gonda János? Ő járt külföldre, konferenciákra, koncertekre, fesztiválokra, így például nagyon fontos kapcsolat volt az életében Bill Evans-szel, a legendás amerikai zongoristával való barátsága, akivel a Montreux Jazz Fesztiválon ismerkedtek meg, és nagyon sok érdekes párhuzam volt az életükben, a családi drámákkal, a mentális terheltséggel együtt, nagyon érdekes szinkronitás volt kettejük között, ez is meglepte Jánost, és ezért különösen közel érezte magához Bill Evans-t, de Jan Johansson, egy svéd zenész is közel állt hozzá, valószínűleg azért, mert ő is a klasszikus zene felől érkezett a jazzbe, és ezt lehet érezni a munkáin is. Montreux mellett meg kell említeni Bledet, ahol ugyancsak ott volt a fesztivál. Az egy nagyon érdekes fesztivál volt, a Bledi Fesztivál 1966-ban, amikor ő állított össze, Gonda János állított össze egy kis kvartettet, de az utolsó pillanatban a rendőrség visszavonta Kovács Gyula dobos útlevelét, aki nem volt egy egyszerű figura, voltak balhéi. Bocsánatot kérek, Bolond Kovácsnak nevezték, remélem nem sértjük az ő emlékét, de hát így hívták. Visszavonták az útlevelét, és egyszer csak ott állt a kvartett dobos nélkül, és így utaztak eléggé lehangolva 24 órát Bledbe, és megérkeztek a szállodába, ahol egy Mladen Mazur nevű helyi zenész, fesztivál szervező fogadta őket, és hát elpanaszolták neki, hogy baj van, nincs dobos. És azt mondta, hogy majd ő szerez. Majd elmentek sétálni a Bledi tó körül, és egyszer csak jött szembe az utcán egy afroamerikai zenész. És odarohant hozzá az egyikük, és megkérdezte, hogy véletlenül nem dobos-e, vagy nem tud egy dobost. És az, hogy Fred Braceletnek hívták ezt a figurát. És azt mondta, hát ő véletlenül dobos, és rá is éreste, úgyhogy megvolt a kvartett, megvolt a dobos. Így adták le a koncertet, melynek végén odajött hozzájuk Willis Conover, akit ugye hallgattak éveken át, az éteren át, gyönyörű a szabadság hangú, világából. Gyönyörű hangú ember. És bemutatkozott nekik, de János annyira zavarba volt, legalábbis így írom le a regénybe, hogy pár szót tudott csak váltani, hogy ezt később mondta is egy interjúban, hogy annyira lenyűgözte őt, vagy megilletődött a Willis Conover jelenlétét. Foglalkozásomnál fogva én évekig részt tudtam venni a varsói Jazz Jamboree-n, ahol Willis Conover is megjelent, és konferált egy Benny Goodman koncertet. Soha nem felejtem el, kijött a függöny elé, sarokba megállt, és a közönség 2500 fős a befogadó képessége a Tudomány és Kultúra palotájának Varsóban, 2500 ember azt hitte, hogy a Benny Goodman jött ki üdvözölni a tömeget. És körülbelül 10 percig vastaps szólt, amikor elhalkult a taps,
akkor csak bejelentkezett, hogy engem Willis Canovernek hívnak, és óriási nagy derültség volt a színpadon, és dörgő taps, hiszen Lengyelországban is állandó hát hangatottsága volt. Az ő hangja és az ő műsora jelentette a szabadságot azokban az években. Még az is egy érdekesség, hogy amikor 1955-től János albérletben a Bartók Béla úton hallgatja a Willis Canover műsorát, akkor még egy ávós a szomszédja. Aha. És állandó rettegésben él, hogy nem hallják-e meg, hogy ő az Amerika hangját hallgatja, és akkor különböző módszereket próbál, hogy lehalkan, de hallgathassa mégis a műsor. Igen, de érdekes módon ezt a zenei műsort nem zavarták úgy, mint az Amerika hangja prózai és a Szabad Európa Rádió műsorait. Nem volt olyan zavaró körülmény, nagyon szép, tisztán lehetett hallani. Önnel ellentétben nekem szerencsém volt, vagy pechemre én még hallgathattam a Willis Canover műsorát. Ön már, hát már az a 25 év talán az jelent valamit, ami köztünk lehet, vagy 30. De nagy élmény volt valamennyiünk számára, meg kell mondanom, és ott szerethette meg a magyar fiatalság a jazzt. És hát ami János számára különösen jelentős lehetett, amit ösztönösen felfedezett a jazzbe, és később tudatosan használta is, az, hogy ez a szabad asszociatív zenei forma, ez felszabadító hatással van az arra a karakterre, aki egyébként zárkózott, szorongó, nagyon szűk sávon éli meg nyilvánosan az érzelmeit, de ebben a zenében fel tud szabadulni. És hát ugye egy zárt rendszerben, a diktatúra világában az, hogy valaki belső szabadsághoz jut a jazz által, ez önmagában is egy olyan faktor, ami sokak számára ezt a zenét nagyon fontossá tehette. Milyen fogadtatása van a könyvnek? Mit hallott, mit olvasott a recenziókban? Nagyon jól fogadták, még csak az első hullámon vagyunk túl, hiszen a könyv alig egy hónapja jelent meg, de nagyon gyorsan fogy, jól fogy, és már újra nyomták a könyvet, nagy sikerre való tekintettel. A jazz szakma, aki ott volt a bemutatón, könyvbemutatón, nagy szeretettel fogadta, nagy kíváncsisággal, és akik visszajeleztek, nagyon élvezték a regényt, és örültek, hogy megjelenik ez a szféra, megjelenik ez az egész jazz széna a könyvben, és valahogy visszahozza ezt a kort, élénken, érzékletesen írva le azt a helyzetet, ahogy ők az 50-es, 60-as, 70-es években éltek és játszhattak. Ön hallgatván a beszélgetését, az ember arra gondol, hogy ön teljesen otthon van a jazz muzsikában. Megkérdezhetem, hogy zenél is? Ez nincs így, én nem vagyok otthon. Én nem is vagyok zenész, soha nem tanultam zenét. Mindig kacérkodtam a jazzzel, de nem voltam igazán tájékozott a jazz világában. Amikor ez a felkérés érkezett, és ezt az anyagot megkaptam, dokumentumokat, visszaemlékezéseket, levelezéseket a két földrész között, akkor fejest ugrottam a jazz világába, és ipari mennyiségben fogyasztottam a jazzt. János saját zenéit végig kellett hallgassam természetesen, a pályatársait, magyar zenészek műveit is, és ugyanígy azokat, akiktől ők tanultak. Tehát kicsit tájékozott lettem, de messze nem vagyok szakértője a jazznek. Szántó T. Gábor, megtiszteltetés volt, hogy vendégem lehetett a stúdióban. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött hozzá. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, tartsanak máskor is a duettel.